Kislevelű hárs csemetéket ültettek alig másfél évvel ezelőtt Nagycserkeszen. Összesen 25 növényt kapott a település az Agrárminisztérium által életre hívott településfásítási programban. Sikeres a tárca kezdeményezése, amelyre a 2020-as induláskor első körben a 10 000 lakosnál kisebb települések pályázhattak, ezt azonban mára-mára megyei jogú városokra is kiterjesztették. A zöldítési program most folytatódik, újabb 10 000 fát biztosít a minisztérium országosan, így számos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település igényelhet idén is csemetéket. A MOL Új Európa Alapítvány finanszírozásában lehetővé vált, hogy a 10 000-nél nagyobb létszámú települések is bekapcsolódhassanak, és ők is 30-tól akár 200 darab fáig tudjanak ültetni. És most pedig újra folytatódik az a településfásítási program, amit az Agrárminisztérium kezdett, hiszen eddig már 36 000 darab fát elültettünk, most egy újabb 10 000 fa elültetésére kerül sor, egy 1,5 milliárd forintos keretösszegből, és azt hiszem, hogy pontosan azt a célt tudjuk elérni vele, hogy minél szélesebb körre nyitjuk az ültetők sorát, hogy minél több ember szövetséges legyen természetünk védelmében. Minél több ember úgy érezze, hogy tevőlegesen is részes ennek, hogy felelősséggel tartozik egy-egy fa elültetésével, egy-egy fa gondozásával teremtett világunk minőségéért. A települések konténeres és földlabdás csemetékre pályázhatnak, a tárca pedig a fához karót, takarómulcsot és védőrácsot is biztosít. A szakszerű ültetésben a helyileg illetékes erdészek segítkeznek. Megkap egy kifejlett fát, megfelelően előkészítve, a támrendszert megkapja hozzá, a szakértelmet megkapja hozzá, mindazt a segítséget, amelyet az erdészek nyújtanak hozzá. Tehát, és egy olyan szakértelmet, hogy milyen területre, melyik fatípus alkalmas, amely nyilván ezt a megváltozott klimatikus viszonyokat majd a jövőben is viselni tudja. Az agrárminiszter hozzátette, a programra a kezdetektől hatalmas volt az érdeklődés, így az állam tavaly már 1,5 milliárd forintot fordított erre a célra. A település fásítás mellett az erdősítési pályázat is sikeresen fut a vidékfejlesztési program keretében. Az elmúlt 2,5 évben már 42 000 hektárnyi területre érkezett be igény a gazdák részéről új erdők telepítésére. A kormányzat célja, hogy 2030-ra 24%-ról 27%-ra nőjön az ország fával borított területe, ezzel is hozzájárulva a klímavédelmi törekvésekhez.